Magyarországon bárki le tudja tartóztatni magát a rendőrökkel, viszonylag békés eszközökkel próbálják ki, hogyha leülnek a körül közepén, és közli az odaérő rendőrre azt mondják, hogy nem hajlandók onnan felállni, akkor a rendőr el fogja őket vinni. Egyszerűen azért, mert a forgalmi rendet biztosítani kell, hogyha valaki a parlament bevaló bejutást akadályozza, tehát ilyen a forgalmat akadályozza, mert a parlament előtt egyébként akkor is lehet békésen demonstrálni, vagy akár hangosan is, hogyha a parlamenten folyik a munka, csak ennek megvan a rendje. Hogyha valaki a forgalmat akadályozza, azt viszont a rendőr mindenképpen felszólítja a távozásra, és ha nem megy el, akkor a rendőr elviszi, azért, mert a forgalmat biztosítani kell. Azért ne próbálják-e a körúton, mert most Szenteste közelettével nagy a forgalom, és hogyha előbb ér oda a hatos villamos, mint a rendőr, akkor baj lehet. Itt ez egyébként kevésbé kockázatos, mert itt a kamion és villamos fogom kicsi a parlament bejáratánál, de a státusza az ügynek ugyanaz. Tehát ha magyarul, hogyha valaki a forgalmat akadályozza bárhol, és nem hajlandó azt abba hagyni, akkor mindenképp elviszi a rendőr, ez nem is kérdés. De ez így van jó, mert egyébként akkor nem lehetne az országon élni. A rendőrség munkának a szakszerűségét meg hát megítélik az erre vonatkozó szervezetek. Valami asszúgja nekem politikai ösztön, hogy biztos nem ér véget ma délután 4 órakor ez a történet, nem tudom, hogy vannak vele. Tehát ebből még lesz minden, ami lehet, emberjog, Strasbourg, stb. Mert most ugye, ha balhét csinálnak, akkor csak akkor jó, hogyha hangos, függetlenül attól, hogy van-e annak politikai tartalma, vagy nincs.